egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. Szervusztok, kedves gyerekek! Köszöntelek benneteket a Mesesarok újabb adásában. Ma egy nagyon aranyos mesét mesélek el nektek. Címe: Anyák napi szivárvány. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az Óperencián innen egy alföldi, gyönyörű kis falu. Ott élt, érdegélt egy család. Anya, apa és gyerekek. A gyerekek szép sorban követték egymást, éppen öten voltak testvérek. Három fiú és két lány. Nagy-nagy szeretetben nevelkedtek. Mindenük megvolt, amire szükségük lehetett. Szépen cseperedtek a gyerekek. A négy idősebb testvér már kirepült a családi házból, csak a legfiatalabb lányka maradt otthon a szüleivel. Olyan 10 éves lehetett, amikor azzal a gondolattal állt édesanyja elébe, hogy ő szeretne világot látni, útra kelni. Az anyukája először meglepődött, aztán azt mondta, hogy annak idején, kisgyerekkorában bizony ő is elindult világgá. Messze nem jutott, mert az utca végétől visszafordult. Így lesz ez kislánya esetében is, gondolta az édesanyja. A kislány nem tudta, hogy mikor is induljon el a nagy felfedező útra. Egy esős, tavaszi délután gyönyörű szivárvány jelent meg az égbolton, de olyan gyönyörű, hogy ritkán lehet ilyen szépet látni. Na, gondolta a lányka, most kell indulnom. A szivárvány majd megmutatja az utat. A gondosan összepakolt hátizsákját vállára vette, elköszönt szüleitől, és elindult a gyönyörű szivárványos ég alatt. Ment, mendegélt, közben a szivárványban gyömörködött. Nem is vette észre, hogy a szülői háztól már nagyon messze jár. Útja során járt hófötte csúcsokon, járt sivatagban, találkozott ergely manókkal is, de még a Mikulás hópalotájába is bekukkantott. Látta a hatalmas, végtelennek tűnő óceánt, látott érdekes növényeket, állatokat. Mivel barátságos, jószívű kislány volt, mindenhol szívesen fogadták. Ellátták minden földi finomsággal. Édesanyja közben otthon izgatottan várta haza a kislányát, de nem jött vissza estig, de még reggelre sem volt otthon. Már kezdte azt gondolni, hogy édes lánya odaveszett. Testvérei nyugtatgatták, ne aggódj, édesanyánk, talpra esett kislánya, mi kis testvérünk. Minden helyen, ahol megfordult a kislány, nagyon jól érezte magát. Egy kicsit hiányzott a családja, de nagyon hamar lelkesedni tudott az új dolgokért, így minden nap új élményekkel gazdagodott. Már a földet majdnem körbeutazta, amikor ugyanolyan gyönyörű szivárvány jelent meg az égen, mint amikor elindult otthonról. Ideje hazamennem, hiszen oly régen eljöttem otthonról, biztosan aggódnak már értem, gondolta. A kis batyuját a hátára vette, és követte a szivárványt. Nem sokáig kellett gyalogolnia, amikor észrevette az ismerős tájat, a falu széli kis házat, a szülői otthont. Ahogy a szivárvány eltűnt az égről, szinte lehullott a földre, és szivárvány színűre festette az út szélén nyíló virágokat, és a kis kertben a tulipánokat. Ekkor az édesanyja kijött a ház elé, és meglátta
a legkisebb leányát. Egymás nyakába borultak, és nagy volt az örömük. A kislány a madarak vidám dalára lett figyelmes. Itt van május első vasárnapja, ez az édesanyák napja, énekelték a madárkák. A kislány boldog anyák napját kívánt édesanyjának, és átnyújtott egy gyönyörű, a szivárvány színeiben pompázó virágcsokrot. Aztán sokáig mesélt, hogy mit látott, hol járt, milyen a világ, milyen a föld másik oldala. És csak mesélt, 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 és talán még mindig mesél, ha meg nem unta. Kedves gyerekek, ne feledkezzetek el arról, hogy május első vasárnapja, anyák napja. Köszöntsétek virággal, vagy csak egy szívbéli öleléssel. Édesanyátokat, a nagymamákat, a keresztülőket. Várlak benneteket két hét múlva ismét itt, a Mesesarok adásában. Viszontlátásra! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok.